Axiómás sorozatunk zárásaként vegyük át a 2022. december 7-én megjelent Tényellenőrök, a hír szent, a vélemény szabad című videójukat, melyet újra Bakos Marcell ad elő nekünk. Nem újdonság az ilyen populista hazudozóktól a tényellenőrzés, avagy fact-checkelés lejáratása. Ugyan hazudni nem lesz nehezebb, de azért cikibb, ha tényellenőrzik a hazugságokat. A helyzet az, hogy vannak olyan dolgok a világon, amikről meg tudjuk állapítani, hogy igazak-e. A globális felmelegedésért az emberiség felelős, Bakos Marcell az axiómának dolgozik, Orbán pedig megszavazta a brüsszeli szankciókat. Tényeket korábban is ellenőriztek az újságírók, tulajdonképpen a munka része. Michael Dobbs, a Washington Post fact-checkerének alapítója, két fő irányvonalat határoz meg. Az újságírás egyik irányzata megköveteli, hogy a riporter ne illesse be saját szubjektív véleményét a történetbe, és csak azt közölje, amit a harmadik felek mondanak neki. A rivális újságíró irányzat egyfajta igazságkeresőnek tekinti a riportert. A megközelítés szerint az újságíró elsődleges kötelessége, hogy a lehető legjobban elmondja az igazat. Dobb szerint az amerikai újságírás az iraki háború előttig inkább csak a harmadik felek állítása közölte, nem volt elég hatékony az állítások igazságtartalmának ellenőrzésében. A változást az iraki háborút alátámasztó tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos hazugság és az internet kezdete hozta meg. Na de vágjunk bele kedves Marcell barátom videójába. Régen minden könnyebb volt. Nyugodtan leülhettünk reggel híreket olvasni, és senki sem szólt közbe. Jaj, de fárasztó ez a régen minden könnyebb volt retorika. Nem, nem volt minden könnyebb. Változik a világ, és más problémájuk van az embereknek. Mai világunkban örülhetünk annak, hogy vakcinákkal nagyon sok betegséget hatástalanítottak, de aggódnunk kell amiatt, hogy a közösségi médiákon keresztül a vakcina ellenes összeesküvés elméletek könnyebben terjednek, és nehezebben érjük el a nyájimmunitást. Más problémák. És ne tegyünk már úgy, mintha folyamatosan, mindenhonnan tényellenőrökbe ütköznénk. Értem, hogy ironikus ezt mondanom, amikor pont tényellenőrzem az axiómát órákon keresztül, de a szokásos hírfogyasztásunk alatt hány százalékban találkozunk ezzel? Az átlagember nem sokat. Pláne a fideszes propagandagépezet hatására, ami miközben folyamatosan hazudik, körkörösen magára hivatkozva próbálja fenntartani az objektivitás látszatát. A tényellenőrzés pont azért jött létre, mert az internettel egy új kommunikációs technológia került be a képbe, ami szélső szükségesen megbomlasztotta az addigi rendszert, és ezzel befolyásolta a politikát is. If you don't have facts, it's very hard for people to have conversations about what policy is going to be. It's also very hard for people to challenge leaders, because classically, factuality is the weapon of the weak by which citizens can hold their leaders to account. Nagyon ajánlom ezt a videót, szerintem Timothy Snyder korunk egyik legfontosabb gondolkodója. Ez azonban megváltozott. Manapság már nem olvashatjuk át a híreket anélkül, hogy az úgynevezett tényellenőrök eldöntenék helyettünk, hogy mi igaz és mi hamis. Komolyan a Hírcsárda, egy híresen szatirikus oldal azon cikkét vágtad be, hogy januártól autósebb kell a közúti ellenőrzéskor? Vannak olyan szatirikus hírek, amiket egyesek tényleg bekajálnak, és ezért megérik a tényellenőrzést, de megnézted ezt a hírt? Ez volt a cikk képe. A cikk nyitó mondata: mindenkivel megesik, hogy autó nélkül indul el, de erre csak akkor jön rá, ha félreállították a rendőrt. De ha megnézed a Hírcsárda alcímét, akkor az is árulkodó, ugyanis azt írja, hogy álhírportál alapítva 1351. Az is külön mókás, hogy az igaznak feltüntetett hírre egy Mandiner cikket vágott be, avagy a kormánypropaganda egyik szócsövét, és a cikk amúgy nem is teljesen megbízható. A cikk maga nem linkeli be a hivatkozását, de arra az ugyanazon 2022. november 18-ai napon megjelent Il Giornale cikkre hivatkozik, amiben az olasz belügyminiszterrel, Matteo Piantedosival készítenek interjút. Piantedosi megemlíti, hogy 2022-ben az interjú 349 emberkereskedőt vettek őrizetbe, ami a hivatalos adatok szerint stimmelhet is. Azt azonban elfelejtik megemlíteni, hogy ez a szám valószínűleg erősen felfújt, ugyanis az olasz hatóság gyanúsan sokkal több embert vádol meg ezzel, mint ami jogos lenne. Két civil szervezet 264 ilyen embert azonosított, de ez a szám magasabb is lehet. Szóval úgy tűnik, hogy az olasz kormány kifejezetten fel akarja fújni ezeket a statisztikákat, hogy durvábbnak tüntesse fel a migránskrízist, és ezt a számot közli az olasz belügyminiszteren keresztül mind az Il Giornale, mind a Mandiner. Tehát a Bakos által hitelesnek beállított forrás hitelessége azért megkérdőjelezhető. De kik ezek a tényellenőrök? Honnan jöttek, és egyáltalán megbízhatunk-e bennük?
Ettől én is fogom a fejem. Olyan képesek voltak egy másik hírcsárda cikket bevágni, aminek alcíme, hogy Toulouse-ban már eleve paradicsommal leöntött képeket festenek a klímavédelemért. Marha jó. Akármilyen meglepő, tényellenőrök már régóta dolgoznak médiaorgánumoknál. Először a Time magazin és a New York World állított fel kutató, fact-checkelő osztályokat a 20. században. And I'm also glad that you're interested in being sure of the facts. Yes, sir. But there's one very important fact you've missed. What's that? A történelmi hátteret kiegészíteném. A tényellenőrzést az 1890-es évek és a századfordulóra jellemző szenzációhajház újságírás előzte meg, amellyel szemben kialakult az igény egy inkább tényalapú sajtóra. Ennyit arról, hogy régen minden könnyebb volt. A New York World Isaac White és Ralph Pulitzer kezdeményezésére 1913-ban állította föl a Bureau of Accuracy and Fair Play, magyarul KB pontosság és fair play irodát. Az iroda panaszokra reagált, gondatlanságokat javított ki, és megpróbálta kiszűrni a hamisítókat és hamisítványaikat. Nyomon követték, hogy ki követett el hibát, hogy tetten érjék az újra és újra hibázókat. Ez az iroda viszont hibák kijavítására fókuszált, tehát miután már megjelent a cikk, nem pedig még a megjelenés előtti hibákat ellenőrizte. Fun fact, Ralph Pulitzer az 1847-es makói születésű Pulitzer Józsefnek volt a fia, aki kivándorolt Amerikába, ott politikusi karriert futott be, és megvette a New York World újságot. A Columbia Egyetem, amelynek Pulitzer sok pénzt adományozott, róla nevezte el a kitűnő újságírásért járó Pulitzer díjat. Szóval a tényellenőrzés eredetének is van magyar vonatkozása. Azóta pedig bevett szokássá vált a médiumoknál. A feladatuk a publikálandó cikkekben szereplő adatok helyességének az ellenőrzése. Ez az úgynevezett belső fact-checkelés. A Time 1923-ban alapult, és rögtön felvettek olyan embereket, akik a cikkeket kifejezetten a megjelenésük előtt ellenőrizték. Ezt hívja Bakos belső fact-checkelésnek. Érdekesség, hogy akkor ezt a munkát kizárólag nők végezték. Az 1925-ben alapult The New Yorker 1927-ben kezdte el a híresen minőségi belső fact-checkelést. Maga a fact-checkelés szó is valószínűleg a Time-hoz köthető, ők 1938-ban használták ezt a kifejezést. Fejezést egy hirdetésben, miszerint 10-ről 22-re növelik a fact-checkereik számát. A belső tényellenőrzés az évek során átalakult. A Time-ban például az 1990-es évektől az újságíróknak egyre több szerepük volt adataik ellenőrzésében, és a fact-checkerek is egyre inkább írtak maguk. A külső fact-checkelés már egy másik történet. Az első tényellenőrzésnek szentelt önálló oldal a Snopes, amely garázsprojektként indult 1994-ben, és kezdetben városi legendák leleplezésével foglalkozott. Snopes. 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 Check Snopes.com. Snopes. 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 Hang on, let me check Snopes. Ezt követően 2003-ban létrejött a Spin Sanity nevű oldal, amely már politikai tartalmakat is ellenőrzött. A Snopes story stimmel, de a Spin Sanity nem 2003-ban, hanem 2001-ben jött létre, viszont a weboldal 2005-re fel is hagyta a működését. Bakos valószínűleg a factcheck.org-ra gondolt, mert az tényleg 2003-ban indult el. Majd megjelentek az első olyan factcheckelő szervezetek, amelyek profi újságírókkal működnek. A PolitiFact, a factcheck.org, és a Washington Post fact-checkelő osztálya. A tényellenőrök összefogtak és partneri kapcsolatokat építettek ki a médiumokkal. Így az értékeléseik egyre többször jelentek meg a nyugati médiavilágban. PolitiFact said. PolitiFact says. PolitiFact says. PolitiFact said it was not true. According to PolitiFact. According to PolitiFact. Ez a standard fideszes retorikára épül, mint a dollárbaloldalazás, vagy a dollármédiázás, hogy azért, mert két dolog között pénzügyi kapcsolat van, ezért az egyik befolyásolja a másikat. Gyakorlatilag csak annyi történik, hogy ezek az oldalak specializálódtak a fact-checkelésre, és hitelesebb, ha egy külső, független oldal végzi az ilyen ellenőrzést. Sőt, 2009-ben a PolitiFact a Pulitzer díjat is elnyerte. A tényellenőrzéssel foglalkozó szervezetek gyors szaporodásnak indultak Amerikán kívül is, és mára a számuk 390-re nőtt világszerte. 2014-ben pedig már az első nemzetközi konferenciájukat is megtartották. Történelmi kitekintés itt is korrekt, meglepően. A köztudatba kerülésnek viszont oka van. Michael Dobbs szerint politikai fact-checkelés az iraki háború egyik következménye, ahol a média nem volt képes elég jól kétségbe vonni az Irakban lévő tömegpusztító fegyverek narratíváját, aminek ürügyén indította meg a háborút George W. Bush amerikai elnök. De kezdetei visszavezethetők régenhez is, például amikor az elnök 1981-ben azt állít, hogy a fák 4-szer annyi légszennyezést okoznak, mint az autó. Ez sokáig vicc tárgya volt. Az internet nem csak az álhírek terjedésének adott teret, hanem a fact-checkerek munkáját is megkönnyítette, ez a két folyamat pedig
együttesen növelte meg a tényellenőrző oldalak számát. De mégis csak az utóbbi években kerültek be igazán a köztudatba. Például akkor, amikor két éve social media cégek tényellenőrökre hivatkozva letiltották azt a cikket, amely Joe Biden fiának korrupciós ügyeit tárta fel. More than 2 years after the New York Post broke the Hunter Biden laptop story and got booted for it from pre-Elon Twitter, CBS News finally confirmed it's real. Ez akár a 2020-as választást is befolyásolhatta, tekintve, hogy utólag kiderült, a Biden szavazók 36%-a nem is hallott az ügyről. Jesszus Máriám, ezt a Hunter Biden-es sztorit imádják a trumpisták. Ezzel foglalkoztam egy másik fideszes propagandista kapcsán hosszabban. Mindenesetre elég kérdéses, hogy befolyásolhatta volna a választást Hunter Biden apját, Joe Bident magát ugyanis nem tudták akkor semmivel sem összesározni. A Covid-járvány alatt pedig mindannyian megtapasztaltuk, hogy a Facebook és a YouTube megjelölte a Covid-dal és a vakcinákkal kapcsolatos tartalmakat, és általuk megbízhatónak vélt oldalakra terelt. Igen, mert a Covid-járvánnyal kapcsolatban iszonyatosan sok összeesküvés terjedt. Terjed máig is. Ahogy az álhíreknek általában melegágyuk pont ezek a közösségi médiák voltak. És azt ugye vágod, hogy a WHO-ra, az egészségügyi világszervezetre mondott, hogy általuk megbízhatónak vélt. Marcell, szerinted a WHO nem megbízható? Miért nem? Úgy tűnik tehát, hogy relativizmus helyett speaking your truth is the most powerful tool we all have. Ismét fontos lett az objektív igazság keresése a nyugaton. Mikor is volt pontosan a relativizmus kora? És valami baj lenne az objektív igazság keresésével? Össze vagyok zavarodva. Amúgy Oprah Winfrey 2018-as Golden Globe beszéde nem csak az újságírók igazságkutatását dicsérte ezzel a mondattal, hanem átkötötte a MeToo mozgalomra, és erről szólt a beszéd maradéka. Az igazság új őrei pedig a tényellenőrök lettek. De kik ők, és mi a motivációjuk? Mert kik voltak a régi őrök? Ezzel Bakos arra akar rávezetni, hogy hú, a fact-checkerek beavatkoznak a hírfogyasztásunkba. Azért van szükség rájuk, mert sok a hazugság, basszus. Az internet megjelenése felborította a média státuszkóját. Az emberek már nem csak mainstream orgánumok hasábjairól tájékozódhattak, hanem alternatív médiumok oldalairól és internetes blogokról is. A fősodró média az álhírek terjedésében azonban meglátta a lehetőséget a befolyásának a visszaszerzésére. A helyzet az, hogy az alternatív médiumok oldalai és internetes blogok tényleg nagyon sokat hazudtak, és hazudnak még ma is. Terjesztik az álhíreket. Az internet kommunikációs forradalmat hozott, aminek következtében médiacégek megpróbálnak az új kommunikációs technológiából pénzt csinálni. Ezzel mi a gond? Ez szimpla üzlet. David Broder, a Washington Post újságírója azt írta az 1988-as amerikai választás után, hogy a republikánusok kampányát látva az újságíróknak a jövőben aktívabban kell lelepleződniük a politikusok hazugságait. Nem, David Broder nem ezt írta. Idézem a cikk korábbi részét. Az 1986-os félidős és az 1988-as elnökválasztási kampány rossz ízt hagyott az emberek szájában. Nem azért, mert ki mit nyert, hanem mert a pártok győztes jelöltjei lejáratú tévéhirdetésekkel annyira sok szemetet toltak le az emberek torkán. Az 1989-es éveken kívüli választások erős bizonyítékot adtak arra, hogy a jelöltek és a tanácsadóik szerint így lehet nyerni, és hogy ezt a taktikájukat nem is fogják abba hagyni. Tehát David Broder nem csak a republikánusok kampányát, hanem mindkét párt kampányát kritizálta. Bakos itt elfogultságot tulajdonít Brodernek, ami konkrétan nem igaz. Az általa szövegkiemelőzött mondatban nem szerepel sehol sem, hogy specifikusan a republikánus pártról lenne szó. Tehát Bakos teljesen szégyentelenül a szemünkbe hazudik. Négy Pinokkió. Jesszus, ezek a propagandisták imádják félreértelmezni az 1984-et. Általában a cancel culture kapcsán. Bakos itt arra utal, hogy a tényellenőrök cenzúráznának, az előző hazug állításával egyetemben pedig a republikánusokat cenzúráznák. Ez hülyeség. Csak megcáfolják a hazugságokat. A hazugságok megcáfolása annak rossz, aki hazudik. Bakos tehát, mintha a hazudozókat védené. Vajon miért? A factcheck.org és a PolitiFact később elismerték, hogy Broder inspirálta az elindulásokat. Broder cikke még mindig nem a republikánus párt elleni kiáltvány volt. Ezért
Ez a körség. Így nem csoda, hogy a politikai fact-checkelés egyik katalizátorának a 2016-os amerikai választást tekintik. Ez az ábra így nonsense. Konkrétan nincsenek megjelölve, hogy a csíkok mit mutatnak. Itt csak azt látjuk, hogy valami nő több csíkban, aztán esik. Az eredeti ábrán valójában az IFCN 4 különböző évben készült felmérését látjuk, ami azt mutatja, hogy a mintájukban szereplő fact-checkerek melyik évben alakultak. Őszintén elég zavaros egy ábra, és elég sokáig tartott, míg sikerült kibagolni. 2016 tényleg jelentős volt amúgy, de még látatlanban sem támasztaná ez az ábra bakost alá, mert már 2013-ban megindult a fact-checkerek növekedése. 2016 azért volt jelentős, mert egy legendásan sokat hazudozó jelölt nyerte meg az amerikai elnökválasztást, a kampánya is legendásan sokat hazudozott, és aztán elnöksége alatt is legendásan sokat hazudott. A Washington Post fact-checker rovata alapján, amelyet később a videóban is említett Glenn Kessler ír, Trump elnökségének 4 évében 30.573 hazug vagy félrevezető dolgot mondott. Legtöbbször elhangzó hazug állítását pedig 493-szor ismételte meg. Közhelyé vált, hogy Trump az orosz Facebookos álhírek miatt nyerte csak meg a választást. Russia hacked our election. That was a 9/11 scale event. This was a kind of cyber 9/11 American institution. Russia hacked our election. The Russians hacked our election. Russia hacked our election. Russia hacked our election. Russian hacking of our election. De hogy vált közhelyé, hogy csak amiatt nyerte volna meg a választást. És a 2016-os amerikai választásokba valóban beavatkoztak az oroszok. Ez tény. Több tonna bizonyíték van róla. A beavatkozó orosz trollfarmokról könyvek is íródtak. A trollok kreatívak voltak. Az orosz Internet Research Agency jártas volt az amerikai trollkultúrában, és megosztó politikai mémeket is gyártottak. A trollok konkrétan reklámbevételt is tudtak termelni aktivitásukkal. Ezért aztán több fronton is nyomásgyakorlás kezdődött a Facebookkal szemben, hogy 2016 ne ismétlődhessen meg. So, if I put myself in the position of running a platform like Facebook, first of all, they've got to get back to trying to curate it more effectively. Put me out of the equation. They've got to help prevent fake news from creating a new reality. The FBI, I think, basically came to us, some folks on our team, it was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. Marcel megint ugyanazt játszod, mint a korábbi videókban. Nem mondod ki, amit üzenni akarsz. Szerinted az rendben van, ha beavatkozik egy választásba egy külső hatalom? Baj az, ha az emberek tudatosabban fogyasztanak híreket? Baj-e az, ha felelősségre vonjuk közösségi médiáinkat az álhírterjesztésben való szerepük miatt, és figyelmeztetjük őket, hogy erre figyeljenek oda? Mert kimondani nem mondod ki, de nagyon azt sejteted, hogy ezekre a kérdésekre a válaszod, hogy igen. Nem sokkal a választás után az International Fact Checking Network, azaz IFCN, nyílt levelet közölt arról, hogy ők szívesen segítenek a Facebooknak az álhírek kiszűrésében. Egy hónappal később megállapodást is kötöttek. Az IFCN egy olyan fact-checkereket tömörítő szervezet, amelyhez tényellenőrök szabadon csatlakozhatnak, ha elfogadják és aláírják az IFCN irányelveit. Ezzel kapnak egyfajta hitelességet, de az IFCN ellenőrzi is az ő tevékenységüket. Így a Facebook nem is az IFCN-nel magával kötött megállapodást, hanem olyan fact-checkerekkel, akik IFCN aláírók voltak. Nem az IFCN jogosít fel, lehet fact-checkelni az IFCN irányelveinek aláírása nélkül is, csak az irányelvek betartása valamiféle garancia akar lenni arra, hogy a tényellenőrök valóban jó munkát is végeznek. Az IFCN irányelvei a következő. 1. Elkötelezettség a pártatlanság és méltányosság mellett. 2. Elkötelezettség a források szabványa és átláthatósága mellett. 3. Elkötelezettség a szervezet és a finanszírozás átláthatósága mellett. 4. Elkötelezettség a módszertani szabályok és átláthatóság mellett. 5. Elkötelezettség a nyílt és becsületes javítás mellett. Na már most mindezeknek vannak alfejezetei, ami alapján mi magunk is le tudjuk ellenőrizni a forrásokat. Például a források szabványa alatt azt is el kell fogadni, hogy a hivatkozásokat a lehető legelső forrásra vonatkoztassuk. Tehát ha valaki megkeresi ezeket a forrásokat, akkor saját maga fogja látni, hogy alátámasztja-e a fact-checker állításait, vagy sem. Bár ezekben az axiomás videókban végzek fact-checker-szerű munkát, és gyakran a legelső forrást is végigolvasom és hivatkozom arra, a szex közgazdasági elmélete például elég terror olvasmány volt, de gyakran hivatkozom másodlagos forrásra, olyan újságcikkre, ami maga is másra hivatkozik. Én ezt 3 okból teszem meg,
Egyrészt, mivel széles közönségnek szánt, közérthető videókat csinálok, és azért megpróbálok olyan forrásokat bemutatni, amire ha ti magatok ráklikkoltok, akkor viszonylag gyorsan tudtok belőle tájékozódni. Másodrészt, mivel ezekben a forrásokban én magam megbízom. Ha nem bízom meg, és nem találtam jobb forrást, mint az ebben a videóban sajnos megtörtént, mivel valakik nem jelölik meg a saját forrásaikat rendesen, akkor azt jelzem. Természetesen az én bizalmam nem feltétlenül mindig megalapozott. Szóval, ha találtok ilyet, jelezzétek, és az 5-ös pont alapján becsületesen javítok. Harmadrészt, valamennyire időben ki akartam rakni ezeket a videókat. Így is nagyon sok munka volt ebben, néha kellett, hogy az általam megbízhatónak tartott forrásokkal rövidítsem a munkámat. A fact-checkelés időigényes és nehéz. Daniel Radcliffe, akinek legfontosabb szerepei között Weird Al Yankovic és egy vízihulla alakítása volt, és más fontos nem is jut eszembe, például azt nyilatkozta, hogy a fact-checkelés a legnehezebb dolog, amit az életében csinál. De még ha az én forrásjelölésem nem is felelne meg az IFCN-nek, még ez is százszor jobb az axióma módszerénél, akik irtózatosan rosszul hivatkoznak. Természetesen azért, hogy nehezebb legyen őket ellenőrizni, és könnyebben tudjanak hazudni. Ennek értelmében a Facebook kiszervezi a tényellenőrzést olyan fact-checkelő szervezeteknek, akiket az IFCN-re feljogosít. Marcel, a legtöbb szolgáltatás így működik. Vegyünk egy egyszerű példát. Fáj a fogad. Ekkor persze elmehetsz fogorvosi iskolába, és kiképezheted magad fogorvosnak, foghatsz egy harapófogót, és kiráncigálhatod, remélve, hogy minél kevesebb kárt okozol magadnak, vagy elmehetsz fogorvoshoz, aki pénzért cserébe megoldja a problémádat. Emberek specializálódnak munkákra. Valaki fogorvosi munkára, valaki pedig tényellenőri munkára specializálódik, de feltételezem, neked is volt valami komparatív előnyöd másokhoz képest, amiért te lettél az axióma egyik fő arca. If something is reported to us as potentially misinformation, important misinformation, we also have this third party fact checking program because we don't want to be deciding what's true and false. Ezzel mindenki nyer. A Facebook kibújik a felelősség alól, a fact-checkerek profithoz jutnak, a média pedig ismét legitimnek érezheti magát. Nem teljesen. A Facebook ezzel tényleg részben kibújik a felelősség alól, de a fact-checkerek csak bevételhez és nem feltétlen profithoz jutnak. Tudod, a bevétel és a profit mást jelent. A média pedig a fact-checkerek jelenlététől nem lesz legitim, maximum kicsit legitimebb. A fact-checkerek ugyanis még ha jó munkát is végeznek, nem lesznek képesek mindent átfutni, amit a Facebook érzelmi megosztásra alapuló algoritmusa megenged. A Facebook példáját aztán a YouTube és a Twitter is követte. De ki és micsoda ez az IFCN? A szervezetet 2015-ben hozta létre a floridai Poynter Institute, amelynek a támogatása olyan helyekről származik, mint a National Endowment for Democracy, a Google, a Meta, a Microsoft és kezdetben az Open Society Foundation. Oké, csak egy pillanatig tételezzük fel, hogy valakik hazudnak az interneten. Tudom, tudom, rémisztő elképzelés, de maradj velem. Ha te egy oldalt működtetsz, ami nem akar arról híres lenni, hogy hazugságokkal és konteókkal van teli, akkor talán érdekelt lehetsz abban, hogy valaki ezeknek a forrásoknak utána nézzen, avagy fact-checkeljen. Szerintem az egy kifejezetten pozitív kezdeményezés, hogy az emberek valós információk alapján nagyobb biztonsággal tudjanak tájékozódni, és ne a hazugságoktól ködösen döntsenek. Konkrétan ezért is foglalkozom több órán keresztül a ti videóitokkal. A Meta, a Google és társaik az IFCN támogatásával társadalmi felelősségvállalást is hirdetnek, ami jól nézhet ki PR szempontból. De más alapítvány is fontosnak tarthatja ezeket az értékeket, és ezért támogat ilyen törekvéseket. Például a Soros-féle retteket nyílt társadalom alapítványok is. Ez utóbbi több fact-checkelő projektet is támogat Kelet-Közép-Európában. Nálunk egyébként a francia hírügynökség, a Telex és a 444 üzemeltet fact-checkelő portálokat. Lehetséges, hogy a tényellenőrök mégsem teljesen függetlenek és objektívek? Jaj, de imádja a Fidesz média ezt a független objektív szólamot, nagyon fárasztó. Értem, hogy itt sorosozol, de minden esetben be kellene bizonyítanod, hogy a támogató szervezet valódi döntéshozói befolyással bír afölött, akiket támogat. Nem a Fidesz sajtóból kellene kiindulni. Ha ezt a befolyásolást nem tudod bizonyítani, akkor értelmetlen ez a fajta vagdalkozás. Erről már beszéltem a tanártüntetések kapcsán. A Lakmusz így nyilatkozik a saját támogatói kapcsán, amelynek fact-checkerei részben Európai Uniós pályázati pénzből dolgoznak. De akkor Brüsszelben mondják meg, miről írjatok? Nem. A tartalommal kapcsolatos döntések csak és kizárólag a szerkesztőség kezében vannak, abba kívülről senki sem szólhat bele. Bármely szervezettel csak abban az esetben működünk együtt, illetve abban az esetben fogadunk el támogatást, ha a szerkesztőségi függetlenségre vonatkozó alapelvünket elismeri és tiszteletben tartja. Ezt az autonómiát egyébként az Unió maga is
garantálja a támogatási szerződésben, és meg is követeli. PolitiFact says that's the lie of the year. Yes, the claim that Trump has made over and over again that Russian interference is a made-up story. PolitiFact says that was the biggest whopper of them all. Megint nem meri azt kinyilatkoztatni, ezért megkérdem. Marcel, szerinted nem volt orosz befolyás a 2016-os választásokon? Az nem volt hazugság? Mert akkor a tények vitatkoznának veled. Nem, nem tihes! Azt persze egy szerkesztői döntés, hogy ezt kiáltják ki a legnagyobb hazugságnak, de egyrészt nem minden középút, ahol minden oldal ugyanannyira rossz. Van, hogy az egyik oldal rosszabb. A téves pártatlanság ilyen esetekben pedig a rosszabb oldalt jobbnak, a jobb oldalt pedig rosszabbnak tünteti fel. Az olyan látszólag független politikai kommentátorok működése, mint Dave Rubin vagy Schiffer András, nem véletlen pont a tévesebb oldal támogatói között lesz népszerű. Trump többet és nagyobbakat hazudott, mint politikai riválisai. Ez tény. Trump is iszonyatosan káros saját országának demokratikus értékeire. Probléma evidens Magyarországon is. Egy választásos autokrácia fenntartói és az autokrácia ellenzői nem egy demokratikus verseny két oldalának képviselői. Mert ez nem demokratikus verseny. És itt fontos megjegyeznem, hogy az autokrácia ellenzői alatt most kifejezetten nem a kollaboráns ellenzékről beszélek. Másrészt még így sem csak republikánusok szerepeltek év hazugságaiként. Például, spoiler alert, Bakos a videó későbbi részében bejátsza a C-SPAN 2014-es adásából Glenn Kesslert, amely interjúban a 2011-es év hazugságáról beszélnek, ami a republikánusokat úgy mutatja be, mintha el akarnák törölni a Medicare-t, egy meghatározó egészségügyi programot, és egy szegény nagyit ledobnak egy sziklaszírtről. Ha Bakos végignézte volna a forrásait, akkor ezzel is tisztában lenne. De ezek nem illenek bele a narratívába. Az európai fact-checkelő szervezetek egyharmada profitorientáltan működik nagy orgánumoknál. A felük pedig vagy állami, vagy NGO-k támogatásából. És akkor mi van? Bár a nagy médiumoknál dolgozó fact-checkerek állítólag objektívek, 2013-ban Amerikában az újságírók csupán 7%-a vallotta magát republikánusnak. A megjelölt grafika nagyjából stimmel, mert kicsit megtévesztő, hogy az axióma összevonja a más politikai beállítottságot, nem tudom, és választ megtagadó kategóriákkal. Azt meg figyelmen kívül hagyja az ábrán, hogy a fact-checkerek több mint fele így is függetlennek vallja magát. Mint már említettem, a fact-checkelés úgy működik, hogy te magad is le tudod ellenőrizni, hogy a fact-checker jó munkát végzette. Újból idézem a lakmuszt. És a ti állításaitokat ki ellenőrzi? Te magad. A cikkeinkben minden esetben feltüntetjük, hogy milyen forrásokra, adatokra támaszkodtunk, milyen lépéseket tettünk egy-egy állítás ellenőrzéséhez, ehhez milyen technikai eszközöket használtunk. Ezzel is igyekszünk segíteni, hogy saját magad is ellenőrizhesd az állítást, vagy bármelyik másikat, amelyik szembe jön veled. Tehát ha tényleg a tényeket nézik, akkor irreleváns, hogy milyen politikai beállítottságú maga a fact-checker. Mindannyian emberek vagyunk saját meggyőződésekkel és torzításokkal. Ezeket félre kell tenni bizonyos munkákban. Arról lehet beszélni persze, hogy ez mennyire sikerül. És igen, néha a fact-checkerek is hibáznak. De azt be kéne bizonyítanod, hogy a fact-checkerek kifejezetten hazudnak, vagy elfogultak lennének. Nem elég a sejtetés. Olyan szempontból valóban létezik pártosság, hogy kifejezetten egyoldalúan csak a politikai ellenfeleiket ellenőrzi valaki. De ekkor is lehet ellenőrizni, hogy maga a tényellenőrzés helyes volt, és ha nem, felelősségre vonni magát a fact-checkert. A pártosság kérdése Magyarországon azért problémás, mert egyszerűen nincsen több nagyjából hasonló erőségű politikai erő. A Fidesz van és kész. A Fidesz kiszolgáló pártok bőven nem annyira fajsúlyosak. A Fidesz uralja a médiapiacot, és így hazugságai is jóval láthatóbbak. De még így is, a magyar fact-checkerek rendszeresen ellenőriznek Fideszen kívüli forrásokat, így a Lakmusz például fact-checkeli a Mi Hazánkat, Márki-Zay Pétert, vagy Facebook csoportok által terjesztett álhíreket is. Fidesz média is létrehozhatna tényellenőrző osztályokat. Gyanítom, azért nem teszik, mert azzal legitimitást adnának a többi tényellenőrnek, sajátjaikat pedig rendszeresen darabokra szednék a sok hazugság miatt. És még ha el is kezdenének fact-checkelni, gyanítom, hogy ők nem írnák alá a már említett IFCN irányelveket. Érdekesség, hogy amúgy létezik olyan is, hogy valaki kifejezetten propaganda alátámasztásához fact-checkelnek. Az orosz dezinformációs gépezet például kamu fact-checkereket is alkalmaz. Emellett az európai tényellenőrök munkatársainak 40%-a aktivistaként határozta meg magát. Marcel itt esélyesen arra próbál rájátszani, hogy az aktivista szót pártpolitikai aktivistaként kéne értelmezni,
de konkrétan nem erről van szó. Az axióma által hivatkozott forrás 15. oldalán ugyanis találkozunk ezzel a grafikonnal is, a fontossági sorrendjüket értékeltek, ezek ilyen sorrendben voltak: állampolgárok tájékoztatása a politikai döntések meghozatalához, a politikai közbeszéd minőségének javítása, politikusok felelősségre vonása, pontosság és függetlenség előmozdítása az újságírásban, irányelvek megváltoztatása. A fact-checkerek ezen értékek alapján vallották magukat aztán aktivistának, ami nem kifejezetten a párt preferenciát tükrözi. Arról nem is beszélve, hogy az aktivizmus nem volt kizárólagos kategória, lehettek egyszerre például technológusok is. Maga a forrás sem teljesen világos arról, hogy ez mit jelent, de gyanítom arra utal, hogy fontosnak tartják az új technológia használatát és az erről való ismereteket. Így aztán nem meglepő, hogy konzervatív politikusokat negatívabban értékelnek, főleg a politikum. Baromi sokat kerestem, hogy mire hivatkozhat Bakos, honnan szerezte ezt az ábrát, hogyan kapcsolódik ehhez a Vox és a Politico egyszerre, és bőven lehet, hogy én voltam a béna, de nem találtam meg. Jobb hivatkozásokat létszi. Nem elég az olyan hivatkozás, mint a Breitbart. Persze erre is van magyarázat. The people who are saying you didn't fact-check the Democrats, they are not lying the way Trump does. Ha el is fogadjuk az ábrát, akkor csak ismételni tudom magam. A trumpisták többet és nagyobbakat hazudtak. Erre bőven van bizonyíték. Valahogy ezeket a bizonyítékokat kellene cáfolni. A PolitiFact azt az állítást is hamisnak értékelte, miszerint a Planned Parenthood egy abortusz biznisz. Pedig a Planned Parenthood évente több mint 380 ezer abortusz biztosít Amerikában. Sehol sincs megjelölve, hogy melyik állításra gondolt Bakos, így csak találgatok. Gyanítom, erre a 2020-as cikkre céloz, amelyben különböző Facebook posztok azt állították, hogy Tony Evers, Wisconsin demokrata kormányzója arra akarja rákényszeríteni a helyi lakosokat, hogy finanszírozzák a Planned Parenthood abortusz bizniszét. Ezt a PolitiFact két részre bontotta: finanszírozás és abortusz biznisz. Evers valójában nők és gyermekek számára elérhető egészségügyi projekteket akart elindítani. Ez 28 millió dollárt jelentett volna nem csak a Planned Parenthoodnak, de más szervezetnek is. Ez a pénz végül nem került be a végleges költségvetésbe. De ha be is került volna, akkor sem tudta volna általában az abortusz támogatni, mert az állami törvény csak akkor engedi, hogy szövetségi pénzt költsenek abortuszra, ha a nő szexuális támadás áldozata, vérfertőzés áll fenn, vagy az abortusz szükséges ahhoz, hogy megmentsék a nő életét. Az abortusz biznisz megállapítás sem igaz, mert nagyon sok minden mást is csinál a Planned Parenthood. Ahogy ez a Bakos által bejátszott képen is látható. Legyen az prevenció, rák és szexuálisan terjedő betegségek szűrése, terhesgondozás vagy vetélést követő ellátás. PolitiFact ezt a két részt együtt értékelte többnyire hamisnak. A PolitiFact azokat az állításokat értékeli többnyire hamisnak, amelyekben ugyan vannak igazságelemek, de olyan nagyon fontos tényeket kihagynak, amelyek meglétével más összképet kapnánk a helyzetről. Ez szerintem stimmel Bakos kijelentésére, az ő állítása is többnyire téves. És egy abortusz akár 1500 dollárba is kerülhet. Ez a költség is direkt félrevezető. Bakos szándékosan magasabb összeget választott, ugyanis csak a második trimester végére kerül ennyibe, az átlagos költség a 2022 novemberi cikk alapján 580 dollár volt. 21 hét terhesség után, avagy második trimester végén történő terhesség megszakítások igen ritkák, az összes abortusz 1%-át teszik ki Amerikában. De a fact-checkerek akkor is Biden segítségére siettek, amikor az elnök az új világrendről beszélt. And now is the time when things are shifting. There's gonna be a new world order out there. And we've got to lead it. Nehogy valaki rosszra gondolja. Mert Marcel, szerinted mit mondott Biden? Szerinted tényleg valami nyílt összeesküvést hirdetett meg? Konkrétan Biden ezen beszédét a Great Reset Conteo kapcsán fel is használták, hogy lám, még az amerikai elnök is benne van, mit mondott? Az axióma ezzel a bejátszással és sejtetéssel, mintha a Conteót támasztaná alá. Bevágott videó is szövegkörnyezetéből kiragadott. Mutatom. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. Biden tehát azt mondta, hogy a világ válaszút előtt áll, hogy nagy változások lehetségesek. Ezért a többi országgal össze kell fogni, és ebben az összefogásban Amerikának vezető szerepet kell betölteni. Szerintem a világ legerősebb országának vezetőjétől ilyen mondatok annyira nem meglepőek. Az ország nagyságára építette például Trump az egész kampányát. Amerika új protekcionista gazdasági terve mondjuk ennek a kicsit üres szólamnak ellentmond, de azt most hosszú lenne itt kifejteni. Sőt, a Snopes odáig süllyedt, hogy egy nyíltan szatirikus viccoldalt is fact-checkelni kezdett.
pedig elég egyértelmű a helyzet. Ez baromi ironikus, amikor te magad a videó elején bevágtad a hírcsárdát. Kétszer! A sztori viszont nem ennyire nevetséges, mint Bakos tálalja. Mert voltak olyan emberek, akik a Bakos által bevágott sztorit komolyan vették. Nem gondoltak bele, hogy szatíra. A Snopes ezért fact-checkelte a cikket, és az ő ítéletük sem véletlenül lett az a végén, hogy ez szatíra. Sajnos a szatíra ilyen. Nem lehetsz benne biztos, hogy a közönséged minden tagja felismeri a humorosnak szánt részt. Donald Trump maga is megosztott Babylon Bee cikket úgy, hogy a tartalmát úgy tűnik komolyan vette. Magyarországon is voltak, akik a belga, magyar nemzeti hiphopját hungarista indulónak gondolták, vagy Secret Man buzi elvagyát homofób beszólásnak. Erre érvényes Pó törvénye. A szerző szándékának világos jelzése nélkül lehetetlen extrém nézetekről olyan eltúlzott paródiát készíteni, amit néhány olvasó ne gondolna valós véleménynyilvánításnak. A Google pedig kénytelen volt az elindítás után nem sokkal felfüggeszteni a fact-checkelő funkcióját, miután kiderült, hogy szinte csak konzervatív oldalakat jelölt meg. A hivatkozott cikk a Daily Caller üzenetét ismételi el, amit Tucker Carlson alapított még 2010-ben. Az egyik állítás szerint inkább republikánus, mint demokrata hajlású hírforrásokat szokott a Google fact-check funkciója megjeleníteni. Megint ez azt tételezi fel, hogy a két oldal hasonló mértékben hazudik, ami egyszerűen nem igaz. Másik, hogy a Google fact-check működése sokszor tévedett. A Müller vizsgálattal kapcsolatban például a Washington Post egy téves fact-checkelésére hivatkoztak. Hibák előfordulnak fact-checkek közben, mindenki ember. Hibázni nem csak azért lehet, mert valaki elfogult és szándékosan hazudik, hanem azért, mert őszinte tévedés történik. Azt állítani, hogy egy hiba miatt az egész faj elítélendő, szimpla hülyeség. Minden esetre ezt a hibát aztán el is ismerték, és többek között hasonló tévedések miatt gondolta át a Google is ezt a szolgáltatását. Azóta lett egy fact-check tools felülete, ahol hasonló módon meg lehet találni tényellenőrzött hivatkozásokat, tehát a szolgáltatás nem szűnt meg, csak átalakult. A tényellenőrzés tehát látszólag igen szubjektív. Ezt nem támasztotta alá még semmivel, Marcel! Michael Dobbs, a Washington Post fact-checkelő részlegének a létrehozója be is vallja, hogy a politikai fact-checkelés nem más, mint a politikai narratíva irányításáért folytatott harc egyik szakasza. Itt sem pártosodási szempontból beszél Dobbs, hanem arról a dinamikáról, amit már a videó elején említettem a cikk kapcsán. A média jó ideig túlságosan elnéző volt a politikusok hazugságaival szemben. A politikusok mondatait kevésbé ellenőrizték, ezért a téves információk is nagyobb teret tudtak kapni. Így a hazug iraki tömegpusztító fegyverek narratívája is. Ha egy politikus kevesebbet hazudik, mert fél attól, hogy elvesztheti attól a hitelességét, hogy a fact-checkelők adnak neki 3 vagy 4 Pinokkiót a hazugságaiért, az olyan környezetet teremthetne, amiben a politikusok általában jobban törekednek az igazságra. Szerintem ez pozitív fejlemény lenne. Dobbs cikke amúgy arra is rámutat, hogy ez nem teljesen működik így. A politikusok nem hajlamosak saját hazugságaikat beismerni, és saját becslése alapján a politikusok maximum úgy reagálnak, hogy az esetek csupán 20-30%-ában egyszerűen abba hagyják a hazugság hangoztatását, attól függően, hogy mennyire volt nekik ciki a tényellenőrzés. Ez, ha nem is nagyon sok, de azért valami. Dobbs cikke kifejezetten érdekes olvasmány, ha tudsz angolul, és van egy kis időd, akkor nagyon ajánlom. A Facebook 2021-ben egy pár során ismerte be, hogy a tényellenőrzés gyakorlatilag vélemény. Az axiomait félrefordít, és ezzel egyben hazudik is. Itt nem magáról a fact-checkelésről szól, hanem arról, hogy a Facebookon lehetőség van mindenféle címkéket aggasztani cikkekre. Az, hogy valaki ilyen címkét aggaszt rá egy cikkre, az maga a véleménynyilvánítás egy módja. Tehát a címkézés és nem a fact-check a véleménykifejezés módja. Marcel effektíve hülyének nézi az embereket, mert mindez, aki csak fél pillanatra megállítja a videót, és tud angolul, el tudja olvasni a képernyőn. Mást mond, mint amit saját szemünkkel láthatunk. Ennek a kifinomult technikának az a neve, hogy hazugság. Pants on fire. Glenn Kessler, a Washington Post fact-checkelője pedig azt mondta, hogy a tevékenységük alapvetően szubjektív. Nagyon érdekes, hogy hang és felirat nélkül bejátsza ezt a 2014-es C-SPAN interjút, de magát a feltételezett kijelentést, hogy a fact-checkelés alapvetően szubjektív lenne, azt az axióma nem vágja be. Miért? Én végignéztem az egyórás interjút, ezért tudom, Glenn Kessler ilyet nem állít. A legközelebbi, amit mond, hogy abban van szubjektivitás, hogy mennyire hazugnak értékel egy állítás. 2 vagy 3 Pinokkiót ad-e neki. And those judgments about the Pinocchios, particularly if I'm trying to decide between is it 2 Pinocchios or 3, and that, I mean, it's a
judgment call. Szóval Bakos állítása egy orbitális hazugság. Négy Pinokkió. Ezek után nem csoda, hogy az emberek mindössze 29%-a tartja megbízhatónak a politikai fact-checkereket. Csak az emberek 29%-a tartja megbízhatónak? Ugye, te sem hiszel benne? Ez a közvélekedésre hivatkozás érvelési hibája. Szerinted egy állítás akkor igaz, vagy igazabb, mint egy másik, mert többen értenek vele egyet, mint egy másikkal. Ráadásul ez a szám erősen megkérdőjelezhető. A hivatkozott Rasmussen Reports egy a republikánus párt irányába hajló közvéleménykutató cég. Ahogy ez a 2010-es New York Times cikk is rámutat, eredményei nem túl megbízhatóak. Minden esetben jobb színben tüntetik fel a republikánusokat. Hasonló kritikákat kapott a CNN-től és a Politico-tól is. A CNN egy másik cikkben konkrétan Trump kedvenc közvéleménykutatójának nevezi a Rasmussen. Az idézett felmérésük 2016-ból származik, ahol egyetlen kérdést tettek fel 1000 válaszadónak. A kérdés így hangzott. Megbízik a média fact-checkelőiben, akik a jelöltek kommentjeit értékelik, vagy úgy gondolja, hogy a hírszervezetek elferdítik a tényeket, hogy segítsék az általuk támogatott jelölteket? Ez egy sugalmazó kérdés. Azt sejteti a válaszadóval, hogy igenis elferdítik a tényeket. Az ilyesfajta kérdések ismerősek lehetnek a nemzeti konzultációkból. Nem akarnának sugalmazó kérdést feltenni, az sokkal semlegesebb lett volna. Például, hogy mennyire bízik meg a tényellen őrökben, és ezt egy skálán lehetne értékelni. Ezen felül is kérdéses, hogy mennyire jó volt a kérdésfeltevés, vagy hogy egyáltalán reprezentatív volt-e a minta. Nem meglepő, hogy 2016-ban, amikor az egyik legtöbbet hazudozó politikust folyamatosan tényellenőrizték, azon politikus kedvenc közvéleménykutatója azt méri, hogy a tényellenőrökben nem is lehet megbízni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének álhírek. Azonban ennek az eldöntését nem biztos, hogy olyanokra kell bíznunk, akik liberális vélemény újságírás folytatnak tényellenőrzés gyanánt. Máskülönben a fact-checkelők is fact-checkelésre szorulnak. Igen, lehet fact-checkelni a fact-checkelőket. Ez a fact-checkelés alapja is egyben. És Marcel, ezt te is megtehetted volna. Helyette viszont egy hazug, lejárató anyagot készítettél, amivel a hozzád hasonló hazudozókat próbáltad megvédeni. Pont azért kellenek a tényellenőrök, hogy talán egy kicsit több szégyenérzeted legyen, amikor ilyen videókat gyártasz. Na, zárjuk le. Az axióma egy intellektuális csőttömeg, ideológiával átitatott buta propaganda. Azért tart ilyen sokáig, hogy egyes videókat meg lehessen cáfolni, mert tényleg sok dologra hivatkoznak, időigényes minden egyes forrásnak utána menni. Ez a géppuska érvelés lényege. De ahogy láthatjuk, ezek a hivatkozások, ha egyáltalán megtaláljuk őket, vagy félremagyarázások, vagy silányok, vagy egyenesen hazugságok. Alapvető tanácsom, hogy gyanakodj, ha valami nincs rendesen lehivatkozva, és olvas magad utána a forrásnak, ha nem vagy benne biztos. Mert különben szupermarket reklámokat és metálbandákat használnak fel keresztény üldözős retorikához, matracboltos tanulmányt hamisítanak meg, hogy valami ostoba szexnegatív hülyeséget adjanak el neked, hogy egy az egyben hazudnak arról, ami a képernyőn könnyen leolvasható. Gyakran nem mondják ki, hogy pontosan mit szeretnének, de erősen sugalmaznak egy igencsak félrevezető radikális megoldásra. Ahogy a PragerU, úgy az axióma is képes látszólag muníciót adni nézőinek, hogy tudják valamennyire képviselni a saját visszás, gyűlölködő értékrendjüket, de ha csak egy kicsit is jobban utána nézünk, akkor látjuk, hogy ez a muníció igencsak silány. Nem hiszem, hogy az én videóm hatására bármilyen kamutudományos fideszes szervezet aktivitása csökkenne, de ti talán egy kicsit jobban fellesztek vértezve, hogy ezekkel szemben hatékonyan tudjatok érvelni. Remélem tetszett nektek ez a sorozat. Szerintetek csináljak hasonló nagyobb projektet? Ha igen, miről? A véleményeteket várom a komment szekcióban. Nemrég elindult a YouTube tagságom is. Előre is köszönöm, ha támogatod a munkámat. Nagyon szívesen végezném ezt stabilan főállásban is. Ha erre nincs anyagi lehetőséged, akkor a megosztások és a lájkolások is nagyon sokat segítenek. Nyílt egy Discord szerverem, ott is szívesen várok mindenkit. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!